De jó is ez a számítógép, meg a telefon. Mi lenne, ha nem volna ilyen szuper telefon, le is filmezem. Nagyon szuper. Igaz, anyukám? Nagyon szeretik ezt a sok játékot. Felnőttek vacsoráznak végre. Ők is asztalhoz jutottak. Jó étvágyat, felnőttek! Megvásztak nekem. Linda? Kirázott. Jó, Elé. És akkor ezt lehet. Nem az, hogy dicsérjem magam, de kurva jó. Istenem, nagyon, első osztály. Most rádugó pálinkra. Az is. Már én van beszélni, se tudom. Mert Linda, életedben lettél még. Tényleg, lehet. Életedben. Mert ha csak a bujj, mit szoktam mondani, mikor elém teszik, annál jobb nincs. Mikor nem nekem kell megcsinálni, hanem leülök az asztal mellé, és ennyi dolgom. Akkor egészségedet. Annál jobb kaja nincs. Én meg imádom megcsinálni. Esküszön. Hát én nem tudom, itt rajtam kívül mindenki jó főz. Bár én is jól főzök, csak ritkán. Igen, én is jól főzök, csak nem szeretek, az más kérdés. A barátnőmnek olyan a párja. 3 hónapja káposztalevest teszik. Én belehalnék. Egészséged a csasó. De egyszer belehal. Nekem nincs. De imádlak benneteket. Akkor inkább leszek pár kilóval, hogy leszarom, nem érdekel. Káposztaleves reggel, délbe, este, és akkor azt főzve. Szerintem annyira jó, hogy különböző kaját csinálsz. Azért szerintem bőzői szól. Nem, én voltam. Mert akkor is. Akkor ki tudja mutatni. Akkor ki tudja mutatni, igen. Hát hiába, nem vagyunk egyformák. Lényeg, hogy bennünk legyen. Linda meg azt pont az ellenkezőjét mondja. Mit már hogy? Azt mondja, nem szeretem, hogy iszol. Pedig tényleg akkor jobban ki tudod mutatni kisem, amúgy is benned lévő szeretetedet. Igen, feloldja a gátlást. Ugye? Megmondom őszintén, megláttam ezt a csülköt, én mindenkit szeretek. De vicces, még vicces is vagy. Humoros vagy, mint édesapád volt. Kicsi nem látja ízét. Mit kicsi? Tibi. Ja, azt nem látom. Tibi bőréből vágjál még. Hallod, olyan finom lett a bőre. Az a legjobb része, meg a hája. Tesó, te azt mondod magának, hogy csomagolsz. Szerintem nem fogsz. De fogom. Nem lesz miből? Nem baj, gyerekek, azon olyan nem újjon. Persze nem múlik, anyám. Lakjatok jól, van itt, tudom én. Kisfiam, készültél. De utána nincs mindent. Anya, ez ki van számolva? Mondom, olyan beteg leszem, nem vagy hozzá. Bőségesen látom, hál' Istennek. Igen, azért mondom. Hajnalba, már ő majdnem meg akart halni. Na mondom, figyelj, csak ne nyámogjál. Akkor kellett volna, amikor emelgetted a poharat. Egyből nem ismert nyelvon, mint tovább. Hát mondom, azt hittem, hogy majd sajnálkozok rá. Én vártam magus, hogy elhagyottam. Igen, a szívem fáj. Olyan. Hány ügyelem volt, meg így szúrt a szívem fölött. De majd bele akart halni, őnek infarktusában. Ő ízél. Olyan infarktusom van, olyan szívem nekem infarktusom van. Mondtam, jó, persze az. Ez fontán tőlük jöttem szerintem ezt a... Hogy mondják ezt a hipohondrásség, vagy melyek nevezik? Ezt a... Na jó, beképzelkedsz magadnak mindenféle hülyeség. Kis baja van, fáj a körmét, beveri az ujját. Már én kaptam, hogy ezt is van, csak így... Én ezt a kis... Kávon lézzel. Nem szoktam piszkálni. Már nézzel, hogy mit szólsz, Maja. Leszel. Majd így eszem, mert Tibi látom, hogy a kutitűrét nem szerette eddig. És most már megszerette. Persze olyan belesz. Azt mondja, hogy ez más az a kutitűré, ez valahogy jó. Tesó, a kutitűré nem jó, a csülök jó. De, azért, de együtt de a kettő. Tő, nem, tesó. Most csak őszintén. Nem, a kutitűré járt. Tesó, megeszem a kutitűrét. Nem, de mondjuk, nem, tesó. Hogy ettem a csülköt is tegnap zsíros kenyérrel. Hidegen. Tettem rá jó zsírcsülön. Jó kenyér. Csülök mellé, úrjó. Na van, látod, hogy csülkös a
Megeszem a figyelj, múcsánok, azért nem szokványos. A csülökkúzás, a csodás megtől a pitába. Ugye? Érted? Várakom a kult. Egy kicsit túl nagy volt. Nem ilyen bonyolult. Mindig tanul valamit az ember, látod? Ez meg. Nem? Azt hittem. Majdnem. De több íz van benne. Megeszem a kumplét, de mondjuk válaszolj el a fő kumplét, az is, a kumplét között, akkor a kumplét... Bölem ezt nyomni, Erzsik, vagy... Tessék, drága? Nem, neked akarsz. Ja, azt tettem. Bele akarsz nyúlni abban a szájában, mert én belenyúlnék. Belemelik. Azt tudod, ki fogta azt a nagy halat csengét? A Evike apukája. Bizony, ott ül Gabot, tudod? Tibike mellé. Ő fogta, és ki lett preparálva. De levágták a fejét, és fölvágták. Igen. Gergő biztos, az biztos. Gergő biztos el tudja neked mondani, hogy hogy preparálnak egy halat, te tudod, kisfiam? Azt mondja, nem tudja, hogy Gabó el fogja neked mesélni vacsora után, jó? Hát azt szedtem szerintem is olyan, igen? És hogyha belerakod a kezedet, összecsukja a száját, akkor így hátra. Teljesen igazad van. Veszélyes dolog. Így van. Akkor hogy engedd be? Úgyhogy... Jó, mondjuk én kicsit a szemlát, hogy ő egy kínálom, hogy ő egyesek nélkül. Ez csüldet a tekintet. Mi? Ha tudok, akkor megadok. Ugyan jó. Figyelj, a pálinkával, Meri, a pálinkával úgyan van bebambult egy csak múlva. Szabad ilyen csúnyát mondani? Mit mondom? Nem ismétlen meg, mert... Ez mi a gép? Yes. Anya, megint jót főztem. Nagyon. Nagyon jót főztél, kisfiam. Első osztályú. Ritka fiúk, akik így tudnak főzni. Lányokba is, mert a menyeim is nagyon jól tudnak. Hát igen, csak a menyeknek az a baj, hogy nem kell főzni, és mindjárt. Na igen. A fiúk meg keftelésből főzhetnek. Teljesen igaz. Nagyon jó. Igen. Kiélhetik a hajam. Mondjuk ezt József is mondta annó, hogy nekem könnyű azt mondja. Én úgy rögtön, hogy megmutatom, hogy hogy kéne. Ja, hát igen, értem. Én is szeretném megmutatni, hogy hogy kéne, ha minden nap Libi főzne. Egyébként, ez tényleg igaz. Én nem vagyok egy főzőmester, én bográsba szeretek főzni. Bográsba mindig én főzök. Ugye amúgy a konyhába, ha rám jön, akkor főzök. Ezt nézzétek meg! Ritka! Gyere ide! Terítő is van benne, nem? Minden holnap mosat. Nagyon jó. De az a jó, hogy nézd meg, hogy lejött a csontról. Na ez a nem. Tiszta a húsötén. Ez azért nem én. Nagyon finom, ez egy első osztályú. Nem, nagyon finom. Szakértelem kell hozzá. Lórát nézd! Konnektor? Ott lesz a komód mellett, kisfiam. Ott, ahol a biciklő. Gyerekek, tudjátok? Hát annyira jó nem lesz egy biciklő. Elszületem már most külsőkkel. Földön nincs a földön. Jaj, most meg elindítottam.